Folytatta? Nem. Hát úgy holkoltál éjszaka, mint én morgozva. Bocsika, csak annyira próbálta visszatartani. Na mindegy. Hagyatlan. Az a lényeg, hogy nem történt meg. De neki meg kell kezdeni, hogy itt a bárkóját. Azt hiszem, hogy ott vannak. Te menjél itt? Nem mondod komolyan, hogy te elvetted az elmózsiát? Bocsi. Mindegy. Ugye elki mi milyen meglátnak. Jaj. Attól tartok, nem tudom mihez kezdjük most. Ki kell találnunk valamit, hogy pszt. Bocsi. Ne figyelj. Fáj. Látok valamit ottan. Kiket? Őket. Azok odén mellé. Azok odén meg, Krista. Nem tudom, mit akarnak tőlük. Látszággal akarja vinni a bőrünket. Jaj, ne, most mi lesz most? Adja szépen befogad a csőrölt. Gyere, legyen már. Nem lehet, hogy valaki pihen. Vagy állat. Na jó, figyelj. Próbáljuk elterjedni a figyelmét. Gyerünk a bokrokon át. A számból vetted ki a szót. Ajaj, semmi híre. Ennek talán jobb lesz, ha mi most hazamegyünk. Végadon van, semmi kezdivalónk. Már milyen jó lesz. Nem értem, hol lehetnek ilyenkor ezek a kézzelhúzok? Hát itt vagyunk. E ketten levagytok tiltva, pajtikák. Készüljetem el, most leszújt a szányam. Ja, mi történt veled? Azt hittem, hogy te más lettél, de most úgy viselked, mint egy őrült kis gézengúz. Az is vagyok, kisasszony. Az is. Azt gondoltam, hogy ha engem tisztel, akkor legalább nem keveredek ilyen tejbe vajba. Pipásznak köszönt, hogy minket kidobott a szehol káros közepé. Van nekünk egy otthonunk, most ez nekem nem elég. Köszönjük, kérlek Pipásznak, hogy tönkretette az életünket. És akár tesszük, akár nem. Ez lesz a mi sírunk is. Viszlát! Vajon miért teszi ezt a gólya? Nem értem. Megmondom miért. Úgy viselkedik, mint az eszelősz. Az. Mocsoltátok. Várj csak egy picit, gólya. De azért hazajöhet félünk. Úgyhogy bocsánatot kérd Pipattól, amiért te így bántál vele. Mi vagy te? Szálszálok szálszálja? Mától ez a mi otthonunk. Igen, és jobban bírjam a kis fejét. Tudom. Úgyhogy kotrodjatok. Ő az enyém. Na, elég ez van. Fogom jelenteni titeket, ahogy óta így bántok. Ne jelentetek fel. Mi van akkor, hogyha elveszítjük, vagy még annál rosszabb. Most komolyan itt akartok maradni? Hiszen ez készen őserdő légy vagy valami. De csak egy feltétel, ha Pipasz visszakönyörgi a szabadságunkat, az enyémet. Te pajtás, gólya, lehet, hogy mégis Pipasztra kell mondanod. Mit izgulsz rajta? Semmit, csak gondoltam. Ne szemmizzél nekem. Tudni akar valójában, minek jöttünk mi ide. Igen, tettem legyen fény. Én is. Tudni semmi csacsiság. Világos? Na jól van, pajtás. Miért adod meg? Ennek teljes elmented ezzel. Először is elmagyarázzátok Pipasztak. Különben mi ez? Nyakamra szóljon ezt? Nem, még annál jobb. Falodra válthatjuk minden álmunkat. Az álmunkat, ami pontosabban itt állt, emelett a lábunk alatt. Jaj, ez szúnyog, jaj! Vissza az tenyészlet. Nem vissza léltek valójában. Hogy miért védesz meg minket, azok után, hogy pontosabban Pipacért tettük. Hiszen
ő tuti nem elszed minket. De szeret titeket, csak attól fél, hogyha elveszítjük őket a talpunkat, meg mindeninket, de tudom, egy próbáljatok lebeszélni. Önre megyek ezen a fazonnal, és ne próbálkozzatok ti sem. Van is picit. Figyeljétek el, ez a ti otthonotok. Pipát visszafogad titeket, csak könyörök, maradjatok. Addig, ameddig belétek fél könyő, megikéljük nektek, hogy nem teszünk ilyet lézi. Jó. De előre is figyelmeztetek, hogy ez volt az utolsó csepp a pohárban. Ajjaj, mit tettél szegény gyermekeimmel? Pipa, az nézd, kit hoztunk. Megjöttek a drága fiaid. Erőre is gondoltam. Lázba szedad a családunkat azért, hogy magadnak akarod a babét. Te, oly az kis háruló, jaj, ne jesszígy rám. Szitsz! Mazzáza. Jó vagyok. Hogy tehettél ilyet? Azt hittem, hogy szeretsz engem, és összetölted a szívemet. A szívemet azért, mert véletlen itt volt, és te összetöltöd az enyémet. Érted? Te tetted tönkre az enyémet. Nem igaz? Oké, fejezzük ezt be. Mi bajotok van? Azt hittem, hogy jobban vagytok. Direkt idehoztátok ezt az árulókat. Miért? Hát meg kibéküljetek. Tudod, békíteni nagyon jó, de az nem a mi pont az, amelyet teszünk. Könyörgök felszék, vagy szümester. Engedd meg nekik. Ők az egyáltalán reményünk. De. Ajaj. Sajnálom, könyörgök, fogadjon vissza a szegény végtelen kalambot. Jaj, megikérem, a szaha nem teszek ilyet, csak ne küldjön vissza. Jó van, na, nem töltél semmi baj, csak még ezt helyetben csinálj. Tudod, hogy ennyi a szeretlekét. Ez miért akart minket elküldeni? Hát mert azért, mert nem akartam, hogy elmondjátok. Tudod, hogy mennyi a szeretlek. Éppen ezért nem akartam téged elmondani. Jaj, te vagy a reges legjobb mesterem. Ez ilyet. Oké, ez fáj. Oké, maradhattok. Azért ne megbújítsam. Táncoljuk, bugi-bugi, szaltú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú. Jó, elégeik. Oké, csak annyira izgatott palettem. Igen, persze. De figyelj, egy valamit ígérd meg azhoz, soha többé nem hazudsz annak a felszínűnek. Én pontosabban megesküszöm rá, ahogy a ti fejeteken emiatt a búbánatosan éltek. Milyen jó volt lesz. Bárjuk, ezt a két mutatványt hogy csináltad? Ezt nem értem. Figyeljenek ide, látszunk melyikük passzol, a pink vagy a kék? A kék a legjobb, kösz! Jaj. Oké, itt a nagy alkalom.
hoppiti, ipiti, hoppiti, golya. Jaj, bocsi. Te meg mégis mit művelsz? Mi? Vesz pillanat, azt ígérted, hogy megígérted, azt, hogy nem csinálsz ilyet. Hát, ha őszinte legyek, akkor jó van, nyeltél. Nézd, megértem azt, hogy te mit akarsz te mondani, de a főnöknek kellett kis váltságdíj. Tudod, a váltságdíj, tudod. Jó, van, csak kihasználok titeket, csak azért csináljak, hogy végül ti leszálljatok rólam. Úgyhogy éppen ezért a főnöknek dolgozunk, Fili. Na, hogy tetszik, Tubiszáim? Rögtön tudtam, hogy rosszban szántikás. És akkor elő ki tehet? Ti tehettek róla, hogyha legalább engem rászedtek. Mert most én leszek az, aki pont át fogja venni. Ha a drága maszkó végül itt lesz, mi fogjuk hódítani az egész világot, az egész Magyarországot. Hogy teszik nektek? Tide, mindvégig kedves voltunk hozzád. Most mi a bajod? Csak az valami óta mindenképpen szokott. Amennyitől kezdve minden. Csak éppen kiasszadtak titeket, ugye, milyen buris? Úgyhogy átvesszük a házatokat, és addig fogjuk elvenni a házatokat, amíg ti bele nem pusztultak. Gó, tudtam, hogy nem leszel jó ember. Hát épp ez az, ő nem egy jó ember, hanem egy rossz ember. Hát jó világosan fogalmaztad, de megbocsátáltuk, hív a hazám. No, bombolyász! Te jó ég, Krista, most mihez fogjunk? Megint a rossz oldalra fog állni. Nem fog, mert mi most segítünk neki. Ha törik, hazakad. Te mondd, hova viszel? Elviszlek a drága bácikámhoz. Mit szólsz a főnöködnek? Akkor lenne felejtsd, hogy én állultak. Oké, rendben, de nem értem ezt az egészet. Csak figyeld! Drága főnök! Nézd, mit hoztam neked! Meglepetés neked! Tehát ott hol tűnhetett? Épp titeket kerestek! Meghoztátok, amit én ígérgettem? És mi ez a bunda itt szerintitek? Hát szalasztal az hőszintjét. Főnök, mi már kika? Na, kihargattuk azt a pipacházegnőt, és véget vetük ennek a sületlenségnek. Aha, tudhattam volna. Na, te vagy itt találkozunk. Jó ég, nézd! Ráadom. Jaj, fiúk, igazán nem kellett volna. Most pedig mindjárt jöttök a végzek. Várjon egy picit! Jaj! Van nála valami, hogy pont az a bajányolták. Mert én nem egy gólya vagyok, hanem üdvözölt ezt engem. Akkor ő a pasi? Ezt én nem értem. Te voltál mindvégig. És én még azt hittem, hogy te nem is létezel. Hát épp eszéke kihaggatoztak téged, és azért csináltam, mert épp eszéke megtudtam a sötét titkaidat. Az a sötét titok, hogy engem látom az egész. Nem, hanem megmutatom ezzel. Na jó van, most az össze végzek veled. Senki se bánhat így a bátyámmal. Azt neked. Ezzel már megvagyunk.
Na jó van, kis irányka. Mit csinálunk ezzel a maszkóval? Nekem volna egy jó tippem. Azonnal eressenek ki, megparancsolom, én a nagy gazdád vagyok. Ha még eszel, nem engeszél, én... Jaj, szilánk ment a bundámba. Hát itt a vásárfia van, nem vitás? De mondd csak, honnét tudtad az, hogy a gólya éppen ember volt? Hát, éppenséggel megtudtam valójában, hogy a gólya éppenséggel nem volt igazi, csak éppen át volt öltözve. Éppenséggel jól nyomtunk mi ketten, mert mi voltunk a világ legnagyobb hőse. És én még azt hittem, hogy milyen nyakott vagy. Hát, kazok, bocsánat, két összet tartozom, és nagyon köszönöm, hogy megmentettétek az életemet. Nem tudom, hogy lehetek ilyen hálás. Ne nekem köszönjetek, hanem neki. Hiszen megmentette az életemet. Hát, hogy vagyok ti ezzel, de nyugi. Éppenséggel az ünnepséget szerveztük neked. Pont az abacok neked számára. Tényleg? Még el, persze. Ünnepséget szervezünk, ami pont az abba az egész nép fog idejönni. Jaj, csak ezt ne. Szentséges Isten! Szia, jönnek a vendégek! Ipalkosz Krisztal, mert már jönnek! Na, nem jó ezt kivenni. Meddig tart sokáig? Már jön Bálint, na gyerünk! Na, mi van ezzel? Beakadt! Hát csak ide! Látod? Így kell ez. Igyekezve 5 perc múlva kezdődik. Jó van, na. Jó. Oké. Jaj. Ez nagyon megégetett. Bálint, négy mit hoztunk neked? Ő a legdrágább szomszéd, mert ő a legdrágább szomszéd. Ő a legdrágább kevel barát és régi haszosztás. Boldog szülinapot! Jaj, gyerekek, oda nem kellett volna. Dehogy nem kívánom itt. Tessék! És mit kívántál? Azt kívántam, hogy remek barátaim legyenek, mint ahogy ti vagytok. Őha, elég éleketen lesz. Várjuk csak. Ugye jó szerekedted? Hát egy percéggel jó el voltak itt a befőt. Várjuk, mit csináltam el? Attól tartok egy percéggel el. Ide hívtam a főnököt. A főnököt? A főnököt? Hol van most? Hát, egy kis magyarázatot tartozik fiatal ember. Úrin, ugye nem csapdát csináltál vendégünknek? De igen. Jó van, uram? Most a desszel nyugdíjba vonulok. Látod, bajtás? Én mondtam neked azt a rosszokat. Tehát én azt hittem, hogy ez jobban beválik. Beválik. Hála nekem osztottam minden tönkremet, miközben éppen csapdát csinálta valakinek. Szégyen magad. Úgyhogy imádkozz. Nem kell. Nem is kell. Tulajdonképpen megtanultál mindent. És a gólya teljesen vagyis, hogy a Bálint éppen megtanult belőle valamit. Úgyhogy szép munka. Hát, drága jelmezem nélkül nem ment volna. Szóval, te mondd csak, Odi, mit akartál nekem mondani? Jaj. Hát ez van. Talán lehet, hogy Hufnagel Pistihez kellett volna. Helyhez.